Sziasztok! Üdvözöllek benneteket hulladék nélküli otthonomban. Ezen a szép nyári napon ilyen madárcsicsergésre keltem reggel. Szeretek a kertben lenni. Ilyenkor úgy érzem, minden le tud lassulni. Munka előtt még kicsit gyönyörködök a kertünkben, megitatom a kerti madarakat, és megöntözöm az esővízzel a növényeimet. Az itthonról végezhető munkának különleges előnye ez. Szeretek úgy dolgozni, hogy közben olyanok vesznek körül, amikben jól érzem magam. Azonban ez a mai nap nem a munkáról szól. Próbálok minél kevesebb időt ma a számítógép előtt tölteni. Ma egyszerűen csak arra vágytam, hogy lelassulhassam és élvezhessem a kertünk szépségeit. Gyűjtöttem rózsát, körömvirágot, levendulát, ezeket mind-mind fel fogom dolgozni. Ezen a szép nyári napon még a teregetés is örömmel tölt el, hiszen süt a nap, gyenge szellő fúj, a ruhák pedig pillanatok alatt megszáradnak, és igazi friss, ropogós illatuk lesz. Éppen olyan, ahogy az emlékeimben él, amikor a nagyinál falun nyaraltam gyerekként. Ilyen időben biciklire is könnyebben pattanunk. Én is elugrottam a helyi tejboltba. Amikor csak teheted, ülj te is biciklire, meglátod, mennyivel élvezetesebb így a vásárlás, mint autóval. Ebéd után kiültem egy kicsit a teraszra olvasgatni. Ajánlottak nekem egy programot, amit érdemes megnézni. Nektek is ajánlom, mert valóban nagyon szuper kis programról van szó. Ezt a mobil applikációt az IKEA indította el, segítségével lépésről lépésre haladhattok egy tudatosabb, fenntarthatóbb, környezetbarátabb életmód felé. Rows and rows of bricks, wood and windows broken down with life left inside children's faces carry hard questions. The rest of us still search. A Better Living applikációval nyomon követhetitek saját haladásotokat, és egy környezettudatos közösségen belül motiválhatjátok, inspirálhatjátok is egymást. So bring your tired, your angry, your hopeless, and trade it in for God's grace and grace. Örülök, hogy a vasárnap délutáni sziasztátok egy részét velem töltöttétek. Hogyha tetszett a videó, lájkoljátok. Köszönöm, hogyha másoknak is megmutatjátok. Egy hét múlva ismét találkozunk. Szép napot nektek. Sziasztok! Reminds us we're blessed.